bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. Kissé zord időjárás fogadta a gördülő bejárásra érkező kerékpárosokat a 12. Jászberényi autómentes napon. A szeles hűvös idő azonban nem mindenkit tántorított el, így is közel 150-en ültek bringára, hogy végig tekerjék a város kerékpár útjait. Négy csapat a város négy különböző pontjáról indult neki a néhány kilométeres távnak, a cél viszont közös volt. Bő fél óra után érkezett meg az első csoport a Szentháromság térre, ahol almával és ásványvízzel kínálták a kerékpárosokat. Hát ez természetes, hogy csatlakoztam hozzá, ugye egyrészt mert a körzetemből indult, másrészt pedig azért a kerékpározást, az egészséges életmódot, a megfelelő mozgást, azt azért én is nagyon fontosnak tartom. Talán azért, hogy a mozgás jó, és évek óta hallom, hogy mindig van, de még soha nem sikerült csatlakoznom, és most úgy döntöttem, hogy ráfogom ezen az esős napon, és nagyon jó volt, és tetszett. Nekem autóm sincs, én kerékpározom állandóan már 61 éve, és nekem semmilyen haszonjárművem nem volt, hogy valamint én kerékpárra járok. Én szeretek kerékpárra, még hál' Istennek még bírom. Hagyományosan minden évre megfogalmazzák a rendezvény aktuális mottóját. A városok a jelmondatban megfogalmazott központi gondolatsor köré szervezik a programokat, amellyel a város lakóinak tájékoztatását és tudatformálását próbálják elérni. A mottó idén így hangzott: közös út, közös jövő. A napnak elsősorban a célja, az 15 éve van jelen egyébként Európában, ez Európa legnagyobb környezetvédelmi kampánya, az autóhasználat visszaszorításáról szól elsősorban, hiszen a legkárosabb a környezetre a széndioxid kibocsátás, és ezen kívül ezt megfogva, ezt a környezetvédelmet szól a megújuló energiakról, a hulladékgazdálkodásról, a különböző egészséges életmódról, ami végső soron mind összesen a városi életminőség javítását szolgálja. Az autómentes naphoz rendszerint csatlakozik a jászberényi katasztrófavédelmi kirendeltség is. Többek között tűzoltó bemutatóval, tűzvédelmi totóval és gépjárműveik bemutatásával fogadták az érdeklődőket. Mi teljes logisztikával kiterepültünk itt a Szentháromság tér végében. Két gépjárműfecskendőt hoztunk, amelyet a fiatalok, gyerekek megtekinthetnek, a felmálházott felszereléseket, berendezéseket, ezen kívül egy sátort állítottunk, ahol az résztvevőknek főzünk is, illetve a gyerekeknek tűzvédelmi totó, színezési lehetőség, különböző tűzoltó ábrákat kell sorrendbe rakni, illetve ajándéktárgyakat is adunk Jászberényi Város önkormányzatának a támogatásával. Ugyancsak nagy érdeklődés övezte a Jászberényi Rendőrkapitányság sátrát, ahol a bűn és baleset megelőzési tanácsadás mellett a kerékpárok gravírozása aratott nagy sikert ezúttal is. A Jászberényi Rendőrkapitányság egy bűnmegelőzési standdal várja a lakosokat. A korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is megjelentünk, és az országos házhoz megyünk programon belül a Bike Safe program keretében végrehajtjuk a kerékpárok nyilvántartásba a vételét. A Jászberényi Rendőrkapitányság a Jászság területén már a korábbi években a megelőzési és tanácsadási konferencia indítójaként kezdte a nyilvántartásba vételét a kerékpároknak. Ez azt akarja, illetve az országos programhoz csatlakozva, hogy azon kerékpárokat, amelyek nem rendelkeznek egyedi azonosítóval, ellátjuk számmal, gravírozunk bele egy egyedi számot, nyilvántartásba vesszük, körbe fényképezzük a kerékpárt, rögzítjük a különös ismertetőjegyeit, illetve a tulajdonos elérhetőségét. Ez azért is jó, mert hogyha véletlenül eltulajdonítják a kerékpárt, így ezen jegyek alapján könnyebben meg tudjuk találni. A rendezvény egyik hosszú távú célkitűzése az, hogy rávegye a rendszerint autóval járó polgárokat, hogy az utazáshoz fenntartható alternatív közlekedési módokat vegyenek igénybe. A program így módon kíván hozzájárulni a polgárok egészségének és életminőségének javításához. Bicycle, bicycle. Bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle.